A középosztályhoz tartozni egy életérzés, ezzel a gondolattal vezette fel dr. György László legújabb könyvének, a Középosztály forradalma, meritokratikus stratégia a 21. századra című kötetének bemutatóját Nyíregyházán, az MCC helyi képzési központjában. A szerző szórakoztató közgazdaságtannak nevezte a könyvet, amely azoknak szól, akik kíváncsiak arra, hogyan lehet fenntartható módon működtetni egy társadalmat, és hogyan érhető el a jólét hosszú távú növekedése. Kiemelte, hogy Magyarország középosztálya az elmúlt évtizedben 2 millió fővel bővült, ami kiemelkedő eredmény. Európában nincs még egy olyan ország, amely ilyen mértékben tudta volna növelni középosztályának létszámát. Az Európai Unió statisztikai hivatala szerint Magyarországon csökkent a leggyorsabb ütemben a szegények aránya 2014 és 2022 között. És bővült a leggyorsabb ütemben a középosztály. Miért olyan fontos, hogy bővül a középosztály? Azért, mert már Arisztotelész megfogalmazta 2300 évvel ezelőtt, hogy az a középosztálybeli, aki a saját erejéből, a saját munkájával valamit felépít az életében, és ezért van veszíteni valója, ezért van felelősségtudata, és a saját életét, a családjának életét, és a közösségének, ebben az esetben a nemzetközösség életét érintő döntéseket, azokat ezen felelősségtudatában hozza meg. Ez az, amiért az ő döntései a jólét fenntartható növekedését szolgálják, és ez az, amiért a középosztályt bővíteni kell egy a jövő iránt felelős politikai kurzusnak, kormánynak. Dr. György László a könyvében a középosztály gazdasági és társadalmi szerepét vizsgálja, különös figyelmet fordítva annak fenntarthatóságára. Elemzi a középosztály jövedelmét, fogyasztási szokásait és megtakarításait, valamint az oktatás és a társadalmi mobilitás lehetőségeit. Kiemelt szerepe van az értékrendnek, amely magában foglalja a felelősségteljes munkát, közösségi szerepvállalást és a fenntarthatóságra való törekvést. Továbbá a középosztály környezet tudatosságát és kulturális-szociális kapcsolatait is vizsgálja, hogy hogyan járulhatnak hozzá a fenntartható fejlődéshez és a társadalmi kohézióhoz. Dr. György László most bemutatott könyve a második kiadott munkája. Előző kötete Egyensúlyteremtés a gazdaságpolitika missziója címmel 2017-ben jelent meg. Minden könyv megírásakor úgy érzi az ember, hogy mindent elmondott, amit elmondhatott. Ez az érzés, ez a jóleső kiégettség érzése, ez akkor szállja meg az embert, amikor tényleg mindent kiírt magából. Úgyhogy most én úgy érzem, hogy megvagyok, és ezt szeretném, hogyha minél többen megismernék a világban. Elkészült a könyv angol fordítása, hamarosan elkészül a kínai fordítása is. Most az előttünk álló 2-3 év biztosan arról fog szólni, hogy az itt elért eredményeket és a mögöttük álló politikai és gazdaságpolitikai teljesítményt azt terjesszem a világban, és aztán majd meglátjuk, hogy születik ebből az utazásból újabb könyv. Az MCC Nyíregyházi Képzési Központja a változatos előadások szervezésére törekszik. November 21-én dr. Sós Viktor Attila egyháztörténész tart előadást a Hitfallú Egyház Magyar Mártírjai címmel, amely a kommunista diktatúra alatt kivégzett, meggyilkolt egyházi személyek életét mutatja be. Az előadáshoz kapcsolódó kiállítás A légy hű mint halálig, az 1944 és 1959 között elhunyt mártírokat ismerteti. Ezt követően november 26-án dr. Sebestyén Géza tart gazdaságpolitikai előadást.